passzol a költői stílusához, a nyelvezetéhez, hogy egyszerre tud archaikus lenni és mai, hogy egyszerre tudhat egy ilyen bibliai témát mai módon látni és láttatni, és valahol mindig úgy éreztem, hogy talán neki is van ezzel a fajta típussal, milyen lót személyes köze, kicsit ez a hídemberség két part között lenni, megpróbálni lenni. Egyre inkább azt gondolom, hogy igen, bizonyos formájában. Tehát akkor, amikor valaki gazdaságilag, anyagilag, vagy bármilyen érdekből függ az egyik, illetve a másik parttól, vagy mind a kettőtől, akkor nagyon nehéz elfogadni, hogy hídemberként jelenik meg. Azt látom, hogy abban a pillanatban, amikor az érdek szerepet játszik, akkor a hídember sem tud már független lenni. És tulajdonképpen ez a lótnak is a tragédiája végső soron, hogy a jó akarat úgy önmagában szép és kedves dolog, de hát azért gyárai vannak, érdekeltségei vannak, gazdasági érdekeltség vagy befolyását meg akarja tartani, képben akar maradni, mindenütt ott akar lenni. Valahol ezt csak akkor tudom elhinni, hogyha valaki ezt valóban szenvedélyesen és önzetlenül csinálja, ilyenből meg egyre kevesebb van, vagy jószeriben alig. Az emberiségnek nagyon fontos, hogy valamilyen módon megpróbáljon megmagyarázni valamit, amit nem tud megérteni. Mondjuk így, hogy miért is van az élet, vagy miért is dobog az ember szíve, vagy hogy jött létre tulajdonképpen az ember. Innentől kezdve azt is mondhatom, hogy ebben a megfeszülésben, vagy ebben a önbecsapó, önhazudó világban az ember, bárhonnan is nézi az Istent, az ember meghasonlik, és ez a meghasonlás, ez a felőrlődés önön saját hazugságaiban, ezt nevezhetjük Isten haragjának. Szóval én azt gondolom, hogy ez a világ pillanatnyilag most tényleg itt áll, és mindegy, hogy a környezeti katasztrófákat nézem, a gazdasági katasztrófákat nézem, hogy ezt az egész pandémiát, COVID-őrületet nézem, amit csak hát egy bolhafing ahhoz képest, hogy már milyen járványok is pusztítottak, és milyen járványok fognak feltehetően pusztítani ezen a földön. És hát az egész tényleg olyan labilis és olyan összeomlás előtti, mint akár Szodom és Gomorra, vagy akár ennek a családnak a története, vagy akár ennek a főszereplőnek a története, hiszen itt az összeomlás az nem csak egy díszleteffektus, hanem tulajdonképpen magának, ennek az embernek a felmorzsolódás és összeomlása. Sokáig gondolkodtam és kerestem, hogy milyen zenei világot tudok elképzelni ez az előadáshoz, és az egyik gondolatom az oratórium volt, hogy valahogy olyan, mint egy Handel vagy egy Bach oratórium ez az egész darab, tulajdonképpen egy biblikus téma, ami viszont a saját korának megfelelően van feldolgozva. Innen van a négy énekes, és innen van az, hogy szándékosan karénekes ruhában és kottával a kezükben énekelnek. És a zenei kísérlethez pedig szintén azon gondolkoztam, hogy mi az, ami tulajdonképpen szatirikusan, finoman, kicsiben, mégis gazdagon tudja ezt az egészet támogatni, és a cimbalom végső soron egy olyan hangszer, ami mind a zsidó, mind a magyar zenei világnak egy fontos hangszíne, hangszere, és mivel ez egy ősi zsidó történet, ha ezt így nézzük, egy ószövetségi történet, ami egy mai magyar világba van átültetve, azt gondoltam, hogy ez egy érdekes
érdekes azonosulás lehet.